Nem, Amitába. Remélem nem probléma, hogy így köszöntem. Én egy másik közösségnek is tagja vagyok. Puskó Beát egyébként a zevilági e-formában lévő lényemnek a neve pillanatnyilag. Tehát én 9 éve gyakorlok egy másik közösségben már, és mi köszönünk egymásnak. Remélem nem gond, hogy titeket is így köszöntettelek. Igazából a darmával sokkal régebben találkoztam, már egy pár szót először magamról, és akkor talán egy kicsit megnyugszom, és akkor a darmáról és a karmáról is beszélek majd, amire Csongan Szunyi megkért ma reggel, hogy nagyjából erre koncentráljam a beszédemet. Tehát körülbelül 17 éve talán már, hogy a darmával találkoztam, illetve előtte jogázom talán már 20 éve is, tehát azért ezek a szálak összefutnak. Tájcsizom több mint 10 éve, csikungozom is. Ezeket csak azért mondom el, nem hogy az önképemet fényezem, mert szerintem most éppen az történik, hogy amikor az embert ideültetik, aki már megtapasztalta ezt, talán tudja, miről beszélek, hogy itt van mit levetköznie. Tehát igazából ezeket azért mondom, hogy azért minden út valahol mindig egy irányba visz. Tehát én azt látom most, hogy itt köztetek gyakorlok, amúgy másodszor vagyok mindössze egy elvonuláson, úgyhogy elképzelhető, mennyire meglepett, amikor Csongan Szunyi ma reggel behívott, és erre kért. Azt hittem, a jövő heti veszprémi darba beszédről fogunk beszélni, egyeztetni, és ez lett belőle. Tehát visszatérve, hogy miért mondtam ezeket, hogy másodszor vagyok itt veletek, és bár ugye meditáció alatt többnyire magunkra figyelünk, de egy bizonyos teret azért beszűrődik hozzánk a gyakorlat alatt. Én fenntartással voltam annak ellenére, hogy mondom, van egy ilyen technikai múltam, mondjam úgy. Tehát egyrészt a jóga, most érzem igazán, mi mindenre volt ez jó, előkészített valóban arra. Tehát tartottam attól, hogy ezt a 8x50 percet, így 3 napon keresztül, majd tényleg képes vagyok-e végigcsinálni. Tehát a jóga biztos jó volt arra, sok minden más mellett, hogy előkészítse a testet, illetve a tai chi és a csikung, ugye ott a lényeg pont ezen a középponton van, hogy találod meg a középpontodat, bár az egy mozgásban történik, míg a jóga azért jóval statikusabb. Na, ez egy más helyzet, mert itt aztán teljesen statikusan ülünk. Én minden esetre tapasztalatként mondom csak azt, hogy bár ugye a tapasztalatot átadni igazából nagyon nehéz, beszélhetek róla, vagy felcsillanthatom azt, hogy tényleg nagyon fontos dolog, illetve hogy a testtel kapcsolatban milyen tapasztalata lehet az embernek. Tehát érzem ezt a mozgulódást magam körül, biztos nem figyelek eléggé magamra, hogy mennyire nehezen ülünk, beszélek itt többes számba, már mondom. Nekem azért nyilván ez egy helyzeti előny, hogyha valaki mögött ilyen jellegű gyakorlat van. És ilyenkor azért az a gondolat vetődik fel bennem, hogy hogyan tudnék segíteni. Ezt meg is kérdeztem az első Koan interjúmon Csongan Szunyimtól. Talán most nem fogom ezt elismételni, biztos beszélt már nektek róla, hogy ezt tényleg mindenkinek magának kell kitapasztalni. Én csak mindesetre azt mondanám, hogyha egyszer megtapasztalod azt, hogy milyen az, hogy valójában nem a tested vagy. Tehát képes vagy túllépni a testen, ami egy nagyon kemény gyakorlat és törekvés eredménye lehet csak, akkor nagyon-nagyon megkönnyül majd a gyakorlatodnak, legalábbis ez a fizikai része. Nálunk a tájcsiban, illetve a csikungban van egy úgynevezett csing könnyűség gyakorlat, ami nem vettem még részt, ugye, mivel a másodikon vagyok pillanatnyilag, ezen a 90 naposon, ahol az intenzív hét, ha jól tudom, nagyon intenzív, ami azt jelenti, hogy alig alszhatok. Tehát nálunk a tájcsiban ez a legrövidebb 5, illetve aztán ezt lehet fokozni akár hónapokig is ezt a gyakorlatot. Szintén egy nagyon kemény, a testnek mondjuk úgy szinte a kizsigerléséig egy iszonyú megterhelést kap a test, és mellette alig alszunk. Tényleg megéri, nem sokan végig tudják csinálni, de nem mindenki tudja végig csinálni, de ha ezt egyszer megtapasztaltad, hogy milyen az, amikor nem te mozgatod a tested. A test sokkal jobban tud, sokkal intelligensebb bizonyos szempontból nálunk, illetve nem is a tudatoddal, nem is azzal a tudatoddal, amit lebontanánk, vagy képes mozgatni a testet, ez egy döbbenetes tapasztalat. Tehát ennyit a testi részéről. Kíváncsi vagyok majd, amúgy mit fogok pontosan mondani, mert ugye amikor megkaptam ezt a kérdést, gondolhatjátok, hogy kb. Mennyit ért a mai napi meditációm. Ilyen gyorsan nem mentek el az 50 percek soha, úgy éreztem, hogy repül.
És a végig gondolom, hogy legalább 3x50 percet, mert a negyedikre már egy koan gyakorlat is belecsöppent, legalább 3x50 percet képes voltam megállás nélkül erről a témáról gondolkodni, és kapcsolódtak a gondolatok egymásba, és tulajdonképpen jól meggondolom, most már évek, vagy talán évtizedek óta gyakorlom azt, hogy hogyan hagyhatnám el ezt a gondolkodást, és íme itt vagyok, és ismét ebbe csöppentem, hogy, mert ugye felbontjuk ezt a szót, hogy gondol, gond, ugye azzal foglalatoskodik, ha még gyakorítjuk is, akkor gondolkodunk. És olyan hihetetlen módon szét tudnak szaladni ezek a kecskék, birkák és a nyáj, hogy ezt gyűjtögettem itt egész délután. Egész az erdőig elmentem. Csongán Szugyim egyszer azt is mondta, hogy kérdezz meg egy fát. Utána elmegyek, megkérdezem a fát, hogy tulajdonképpen most már ennyi gondolatból, bár volt köztük brilliáns is, nem mondom, de ki tudja, hogy fel tudom-e idézni majd őket, hogy mégis mit mondjak, és nagyon megnyugodtam ott kint. Egyébként amúgy is nagyon szeretem a természetet. Szóval tényleg a fák egyszerűen csak teszik a dolgukat. De nem tudom, ha most itt ülnék úgy, mint egy fa, mert azt már talán sok gyakorlás révén elég jól tudom, hogy ahhoz, hogy mit szólnátok, vagy mit szólna Csonga, hogy most szótlanul itt ülni 18 percig. Szóval hihetetlen, hogy a 3x50-est képest ez a 18. Hát igen, még van bőven idő, még lesz miről beszélni. Étkezés. Felírtam magamnak azért így segítségül néhány címszót, hogyha nagyon elvesznék a gondolataimba, mert Dokes Szunyin pont arra tapintott rá, vagy arról beszélt a mai étkezés végén, hogy nem tudom mióta gyakoroltok, ugye nem arcról néhányotokat ismerem, de elég sokatokat most látom először. Nem, mintha szeretnék ebből leszűrni, de mégis érzékelem én is azért azt, amiről ő beszélt, hogy tulajdonképpen, ugye ma megerősítette ezt, nyilván ez többször elhangzik, mert nem árt ugye újra és újra a szabályokról beszélni nálatok sem, majd egy kicsit beszélek a mi közösségünkről, itt összehasonlítom, mert akaratlanul is össze kell, hogy hasonlítsam a kettőt, hogy mennyire nem különbözik valójában. Tehát visszatérve ezekre a szabályokra, hogy ugye az étkezést kellene, illetve a templomi életet itt folytatni, vagy kell, tulajdonképpen ugyanaz történik. Tehát ami az ülés alatt, az egy kicsit kiterjesztve az étkezés alatt, illetve maga az élet, vagy ahogy létezünk, az pontosan ugyanez. Tehát, hogy tényleg tudatában vagyunk-e annak, amikor itt ülünk és ezt csináljuk, hogy tulajdonképpen egy picit, kicsibe, egy kisebb térbe gyakoroljuk most azt, amit ott kint folyamatosan kellene. Tehát, hogy milyen mindig a pillanatban lenni. És ami nekem elsőre meghökkentő volt, mert itt találkoztam ezzel először, hogy milyen hihetetlen jól leképezi ez a maradék, azt a maradékot, amit termelünk folyamatosan percről percre, minden pillanatban. Az egyik tanítom azt szokta mondani, hogy minden pillanat egy teszt. Tehát amikor az ember elkezdi ezt gyakorolni, és találkozik emberekkel, akikre úgy gondol, hogy hát ők már kész vannak, akkor még így gondol rájuk, aztán ő is kezdi ezt élni és gyakorolni, és rájuk, hogy tényleg soha-soha nem lehet hátradőlni. Pedig talán ti is tudjátok, mert nem ma kezdtétek, hogy valahol mindig ott van ez az igény, hogy ha eljutok ideig, vagy megteszem ezt, vagy gyakorlom ezt, egy kicsit majd megpihenhetek. Tulajdonképpen nem lehet. Tehát ahogy az úttá válunk, ahhoz Szunyim szokta mondani, ez maga az út, ez a gyakorlás. Próbálom, hogy ne csapongjak, tehát visszatérve a maradékra, majd ezt is folytatom egy kicsit később. Tehát, hogy ez nagyon tetszett, már meghökkentett elsőre. Nyilván praktikus és gyakorlati okai is lehetnek, de ez nem zárja ki azt, hogy mennyire benne van minden ebben a maradékban, amit ott hagyunk abba a tálba, és valójában itt ugyancsak egy tálba öntjük, aztán kimegy, illetve ugye Szunyim néha szól, hogy hát talán azt nem kéne, de tulajdonképpen az életben semmi más nem csinálunk, mint ezt a maradékot dobáljuk egymásra, és ebbe élünk. Tehát, hogy tényleg abban a pillanatban végig gondoljuk, illetve azt, hogy a szükséges és az elégséges, mennyire benne van ebbe az egyszerű étkezésbe. Hogy tényleg annyit vegyél el, ne csak a tálba, hanem az életedbe, amire szükséged van. Ezt nagyon nehéz meghúzni, ezt a határt, a mai világban főleg azt hiszem. De hogy aztán haladunk előre, vagy gyakorlunk, hát én azért emlékszem, és megint, ha engedjétek meg, hogy tényleg így beszéljek, mert én gondolom, hogy nem az én szóhasználatom, de nagyon tetszik ez a mindenki élt már annyit. Tényleg talán annyira fiatal, de van köztünk egy-kettő, de lehet, hogy ők már hozták magukkal az anyagot, hogy valójában az elején, ha őszinték akarunk lenni magunkkal, akkor ez tényleg egy opció, amit meg Dokes Szunyimtól hallottam, de hát muszáj a mestereket idézni, ha jókat mondanak. Hogy az elején ez valóban egy opció, hogy úgy jobban szeretné, tehát valami hiány van, és jobban, jól szeretném érezni magam.
És hát az elején, ezt is mondom tapasztalatból, mert ti is tudjátok, vagy hát tisztelet a kivételnek, aki rögtön megtalálja azt az utat, és magában megvan az a képesség, hogy tényleg képes legyen hátradőlés nélkül törekedni, mert az elején ugye mindig ott van azért az újdonság, tehát az a másság, az a kis visszajelzés, hogy lehet, hogy ez lesz az, ami ezt a hiányt betölti. De aztán ez tényleg tapasztalatból mondhatom, ugye Szonyi azt mondta, hogy a tapasztalataimról beszéljek, hogy azért ez minden területen ott van. De hát a hétköznapok legegyszerűbb, a családban, amikor az ember családot alapít. Tehát ez az újdonság, a varázsa, ez a kicsit másság, mintha beteljesülne a dolog, ez mindig ott van. Aztán egyszer csak elkezd eltűnni belőle valami. És ezekben a gyakorlatokban is, úgy a jóga, mint bármelyik, amit kezdtem, az első visszajelzések és a tapasztalatok, azok úgy lendítik az embert. Aztán hajlamos arra, amikor nem jönnek, mert aztán úgy leül egy kicsit, lecsendesedik a dolog, mert elkezd egy más fázist felvenni, csak ezt akkor mi még nem tudjuk. Egyszer feltettem a kérdést Csongor Szunyimnak, hogy nem is olyan régen, talán az előző elvonuláson, hogy mi az, ami fenntartja a törekvést. Tehát amikor jönnek ezek a pillanatok, akár az életben, akár a gyakorlatunkban, hát ő elég hosszan is kielégítően válaszolta, hogy szokott. Nem tudom, aztán a hitig eljutottunk-e. Tehát az egy nagyon fontos pont. Az a megkerülhetetlen, azt hiszem ez a szó, de nem biztos, hogy én vagyok erre hivatott, hogy erről most én részletesen beszélek. Tehát a hit az mindig egy előlegezett bizalom az elején. Tehát azért van egy hívás, ezt talán minden érezzük, amikor elindulunk egy úton. De aztán utána, ha nem jön a tapasztalat, mert nem gyakorlunk, akkor nem biztos, hogy ez a hit ez meg tud erősödni. Tehát ami fenntartja ezt a törekvést, csak visszatérve erre, ez maga ez a hit, és ennek tapasztalaton kell alapulnia, meg ez a hívás. Tehát körülbelül egy évvel ezelőtt, igen, szeptemberben egy hétvégi dharma találkozónkon, hogy így mondjam, dharma napnak hívjuk mi, ott került szóba Csöngan Szunyim neve, valaki a közösségből látta őt, és talán nem telt el egy hét, igen, egy vagy két ilyen előadást néztem meg, és akkor láttam, hogy ez egy hétvégi nap volt, következő pénteken, én a Bakonyban élek Veszprém közelében, hogy Sopronban lesz egy dharma beszéd. Tehát ez az a pont, ezek azok a pontok az ember életében, amikor egyszerűen tudja, tehát nem is gondolkodik rajta, egyszerűen van egy ilyen, menni kell, mész, és nem is gondolkodsz rajta, hogy mi a dolgot, csak teszed. És megmondom őszintén, lehet kicsit most elnézést, ha ez szemtelenül hangzik, de egyszerűen nem találtam fogást rajta azóta se, rengeteg beszédet meghallgattam már, nem mintha kerestem volna, de mindig ott van azért egy ilyen kellő nyitottsággal kell, azt hiszem, a mozognunk a világba, de kellő figyelemmel is. És egyelőre még nem sikerült rajta ilyen fogást találnom, ami... Pedig hát mi emberek, azt hiszem, ezt nagyon tudjuk. Azért, amikor itt egy közösségbe gyakorlunk, bár ugye mi tükrök vagyunk egymásnak. Tehát ez az, amit nagyon nehezen veszünk észre, hogy amit a másikban látok, az valójában bennem van. Tehát lehet, hogy ha már nem találok fogást Csongor Szunyimon, akkor jó úton haladok, mert nincs, amit lássak. Visszatérve egy kicsit a saját közösségemről, csak annyit, hogy ugye ez egy tiszta föld közösség, nagyon hasonló a itti mantráztok, vagy mi mantrázunk, ott mi recitálunk, a leborulás az természetes része a gyakorlatnak, illetve ugye mi a szutrákkal többet foglalkozunk, míg Szunyi azt szokta mondani, hogy ugye nem ragaszkodunk az írásokhoz, de ez nem jelenti azt, hogy itt megáll ez a történet, hanem nálunk a szabályok nagyon fontosak. Tehát szabályok nélkül semmi sincs. Ha jól meggondoljuk, az élet se lenne működőképes szabályok nélkül. Csak ugye nem nagyon szeretjük őket, mert általában kívülről, és ez a különbség, amikor kívülről akarnak rákényszeríteni bizonyos dolgokra bennünket, hát én ezt szintén magamról tudom, nem tudom hány büntetést kaptam, mire hajlandó voltam bekötni a biztonsági övet, illetve minden dolog, ami kívülről érkezett, és valami kényszeres volt, abban a pillanatban hátraadsz. De ezek a szabályok, amiket önként veszünk magunkra, ezek a valódi szabályok. És azt hiszük sokszor, hogy korlátok, holott kapaszkodok. Tehát a szabályok nagyon megkönnyítik azt, hogy egyszerűen sokkal egyszerűbben is tisztán lehet élni. Megkönnyíti azt a fajta helyzet felismerést, amiről Csongor Szunyim szokott beszélni. Tulajdonképpen itt maga az ülés szigorú szabályok szerint történik. És ha nem követjük ezeket a szabályokat, akkor... ahogy ezt meg Dokeszonyintól hallottam, terméketlen lesz, nagyon találó ez a kifejezés, terméketlen lesz. Ez, amiről
amiről ez szól. Ugye sokan megijednek a szabályoktól, hogy... De én azt gondolom, hogy ugyanúgy itt is eljön az a pillanat, amikor egyszerűen felveszed, magadra veszed, és nem gondolkodsz rajta. Eljön az idő, amikor megérsz arra a pontra, hogy ezt egyszerűen így csinálod tovább. Na, ez nem jelenti azt persze, hogy hátra lehet dőlni. Nem gondolkodtam, sokáig elmeséljek egy történetet, ami ezzel a helyen kapcsolatos. Azt hiszem, el kell mondanom, mert mégis itt van a kis papírom. Egy nagyon érdekes tapasztalat volt a pillanatról és a maradékról. Amikor először itt jártam el, és itt vannak szabályok, ugyebár, és hát muszáj ezt konkrétan mesélnem, hogy értsétek, miről van szó. Itt most éppen nem hangzott el, azt hiszem, ezen elvonulás alatt ez konkrétan ez a szabály, hogy amikor ülünk, vagy gyakorlunk, akkor lehetőség szerint, hogyha valakinek muszáj ugye mozgásba lendülnie és elhagyni a termet, természetesen a gyakorlók lehetőség szerint hátak mögött közlekedik, hogy ne zavarja őket. Ez természetes. Na most én egy olyan helyzetbe kerültem az első elvonulásomon, hogy még nem kezdődött el a gyakorlat. Konkrétan a szituációt azért nem tudom. De lényeg az, hogy olyan volt a helyzet, amikor is, hogyha, tehát ismétlen még egy szünet volt, tehát nem gyakoroltunk, mindenki csak úgy heverészet kereste, várta az időpontot, nem kezdődött el a gyakorlat. És a lehetőség olyan volt, hogy valakin át kellett, egy fekvő emberen kellett volna átlépnem ahhoz, hogy egy párnát elvegyek, ugye ahhoz, hogy aztán elfoglaljam a helyemet a párnán, és így mondjuk úgy szembe kerültem azzal, aki még gyakorolt, valójában nem gyakorolt. A szándék most igazából, ugye mindig a szándék, de én most nem ezért mesélem ezt a történetet, hogy személyesre vegyem, hanem hogy mennyire lemaradunk a pillanatról. Tehát, hogy kinek mit kellett volna, mert ő határozottan rám szólt, hogy nem így közlekedünk a... És én lemaradtam a pillanatról. Tehát nem tudtam megteremteni azt a távolságot, ahogy a pillanatban azt hiszem léteznünk kellene. Tehát ez a gyakorlás oda kell, hogy elvezessen. Hogy teret és időt tudjunk adni magunknak, hogy tehát érzelmileg ne legyünk úgy érintve, hogy ne tudjunk helyes, tehát ne legyen helyes a felismerés, és arra helyesen reagálni érzelem nélkül. Tehát az én részemről, csak a magam részéről tudok beszélni, ez volt a helyzet, hogy már leültem, amikor még mindig ugye ott rezgett bennem ez a történet, hogy nem érzelemből nem reagáltam le, hanem tudtam, hogy tehát mindig tudjuk a pillanatban, hogy reagálnunk kéne. Valójában azt is tudjuk, hogy mit. Csak elszalasztjuk. Tehát ott jönnek be azok a fájtlak, azok a megszokást, érzelmi reakciók, amik aztán felülírják ezt. És ugye, ahogy ez lenni szokott, nyilván maradék volt így a történetben, tehát várható volt, hogy ez hamarosan valahogy ugye újra elő fog kerülni, mert nem lezárt a dolog, és az élet is ilyen. Nem biztos, hogy jön azokkal a személyekkel, de mindig visszajön az, amit lezáratlanul hagytunk. Nagyon gyorsan elkövetkezett ez a lehetőség, mert a következő alkalommal, hogy itt a templomba jártam, rendi ruhában voltam, ami azt jelenti, hogy nálunk is van egy viselet, ugye, amit hogyha a közösség együtt valahová megy, akkor valójában így tudatja mondjuk ugye a világgal, hogy milyen szabályok szerint él, vagy mit követ, és ilyenkor hordjuk ezt a ruhát, és hogy mennyire sokszor látjuk-e ezt, hogy tényleg valóban látjuk az embert mögötte, vagy tényleg csak a körülményeknek szól, ahogy reagálunk. Mert belekerültem akkor egy olyan helyzetbe, amikor ugyanez az illető nagyon kedves volt velem. És valószínűleg azért mondom el most mégis, mert akkor még mert nem éreztem jól ebben a helyzetben én így magam. És talán most teszem helyre ezt a dolgot azzal, hogy ezt elmondtam, és most talán pont kerül a végére. De lehet, hogy nem fogom ezt keresgetni, mert az nagyon halott idő lenne, hanem ha nem bánjátok most, ha én nem voltam elég összeszedett, egy olyan embertől idéznék, bár tudom, hogy nem szoktunk így írásban, de tekintsük úgy, mintha egy Cohent olvasnék fel, messze nem, az egy Hanvas Béla idézet lenne, és azért merem hozni, mert Csöngan Szunyitól nagyon sokat hallottam a Dharma beszédein. Tehát amivel bevezetném ezt, hogy tehát amikor elkezdjük ezt, hogy szeretnénk csak jól érezni magunkat, vagy jobban érezni magunkat, ahogy haladunk, egyszer csak ezek a minőségi jelzők el fognak kopni. Nem mondom, hogy teljesen elkoptak, de úgy kopogatnak, tehát hogy nem akarom, nem rosszul, vagy jól érezni, egyszerűen érzem magam. Tehát ha haladunk az úton, oda juthatunk el, hogy ez az érzem magam, ez mennyivel több, mint amikor minőségi jelzőt teszünk elé. És hogy tulajdonképpen mi a feladatunk, akkor ezt most talán Hanvas Béla, amit ugye fel is teszünk akár meditációban.
kérdésként, hogy mi a dolgom. Az emberi lélek legelső feladata, hogy saját hősies odaadását, feladata előtt való meghajlását önmagában végrehajtsa. Mindenek előtt legyen az, aki hősies lélek, engedelmes, önfeladó, odaadó. Mert csak aki az lett, aki tudja a világot azzá tenni, ami. Csak a hősies lélek teheti a világot újra aranyjá, istenivé, teheti az életet létté, a világot szent kertté. Ha a lélek ezt a felismerést megtette, assává gyógyító nektárrá lesz, aki a heroikus psziché, a halhatatlan lélek. És ha a lélek istenivé lett, felragyog benne a tudás. Egy feladata van, az odaadás semmi egyéb. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.